Sziasztok! Ez itt a Pepita a nappaliban harmadik kiadása. Ma délután az Icewing Holiday-ről fogunk beszélgetni. Bizonyára tudjátok, hogy sajnos 2020-ban az Icewing Holiday elmaradt, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy felelevenítjük egy kicsit, hogy mi történt az elmúlt években. Nem volt előtte is fesztivál, szerveztetek már valami? Nem. Igazából 2000, mikor is volt? 13-ban volt az első swinges szilveszterünk. Nem tudom, hogy Zsolt talán te még ott nem voltál. Nem, én sem. És Nóra sem. Akkor én vagyok az egy, de Magyi meg pláne nem. De hát ugye a csapatból igazából most csak hárman vagyunk itt, akik képviselik a csapatot. És arra még emlékszem, hogy ott Ákossal és Rolanddal szerveztük az első nagy szilveszteri bulit, ami egy téli kenten nevű helyen volt, eléggé vicces a sikeredet. Ezután még sikerült négy Icewing Holiday-t megelőző szilveszteri bulink volt, mikor is jött az ötlet, hogy nyissuk ki a kapukat a nemzetközi közönség számára is. És azt hiszem a második évtől már, Nóra, te is ott voltál, amikor közösen főztünk virslit a táncteremben. Táncteremben főztetek virslit. Igen. Nagyon hiányzik neked a virsli az Icewing Holiday-enkről, ugye? Bár mondjuk ez javaslán merülhet fel a kérdés azoknak, mert még azt hiszem az első Icewing Holiday-en próbálkoztunk virslivel évfélkor, és senki nem értette a külföldiek közül, hogy mi ez az éjféli virsli a magyaroknál. Aki szereti az éjféli virslit, írja be a kommentbe. Aztán volt egy műcsarnokunk, az volt azt hiszem a harmadik buli, mikor is 2015-ben, lesek egy picikét, ott már Nóra is ott volt, meg a Zsolt is velünk tartott. Igen, az volt az első, igen, szerintem. Igen, az első. Én a virsterdősből kimaradtam. Pedig mekkora volt. Már az első virsterdős. Igen. Aztán pedig volt egy szép stúdiónk a Keszedelem Muzika épületében, és ott volt az utolsó nagy közös szilveszterünk, ahol már minden olyan szervező, aki az Icewing Holiday-en is szervezett, ott volt és együtt csináltuk az utolsó, kvázi csak magyaroknak szóló szilveszterünket. És aztán nagyon ugrottunk, mert az egy estés szilveszterből egyből utána 3-5 estés szilvesztert csináltunk. Az sokkal nagyobb fan úgy, és sokkal több program fér bele. De csak hogy átérezzétek, hogy milyen is volt a szilveszter, mutatunk nektek majd néhány képet, hogy hogyan is telt az első 4 év arról, a bizonyos 4 szilveszterről. Bár mondjuk az ominózus virsli főzésről, és hogyan gyártják a szervezők és a tanárok a táncosoknak az éjféli szendvicseket, arról sajnos nincs felvétel, de hál' Istennek ennek szokás. Mindent kitöröltünk. Igen, mert már leszoktunk, hogy mi készítjük az ételt ott helyben. És hogy lett egyáltalán, miért Icewing Holiday lett? Na hát egyébként a legjobbtól kérdezed, mert igazándiból én nem tudom. A múltba vész. Igazándiból én talán azt tenném hozzá, mert ez egyébként egy érdekes kapcsolódási pont a magához, a Pepitához, ez egy személyes megélés, hogy én tudtam, hogy az Icewing Holiday nem is egy szilveszteri rendezvény volt, hanem talán februárban. Egy téli rendezvény, de talán már az új év utáni első hónapokban, erre emlékszem. És igazából egy pár napos tánckurzus volt ez, aminek egy kulcs része volt a korcsolyázás, mert azt hiszem az benne volt, tehát hogy az Icewing, hogy jön össze a korcsolyázással, hát ki lehet rá, hogy az Ice az elég közel van a korcsolyához. És a Holiday pedig azért, mert ez egy hétvégi rendezvény. Igen, mert ez egy hétvégi rendezvény. Én itt voltam vendégtanár, és akkor láttam a lányok lelkesedését, és talán ezután években csatlakoztam igazándiból a Pepita színeihez. Akkor még független voltam, később ugyan nem tanítottam a Pepitába, de ekkor csatlakoztam, tehát nekem az Icewing Holiday az ez volt. És csak később fejlődött tovább igazándiból, ez egy szilveszteri eseményi. És miért szilveszter lett? Miért nem maradt meg ez a, nem tudom, ez a hétvége februárban, vagy mikor? Hogy lett ez szilveszter? Akkoriban még nagyon kevés, viszonylag kevés nemzetközi szilveszteri fesztivál volt, mert ugye, hogyha szétnézzünk így, főleg az európai fesztiválok közt, akkor már minden hétvégére jutott valami. De szilveszterkor még nem volt annyira sok, úgyhogy ha már volt ez a jó kis név, egy csomó jó programmal, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor megpróbáljuk szilveszterkor. Meg a környező országokban nem nagyon van, nem? Hát általában így az iskolák csinálnak egy-egy ilyen szilveszter esti bulit, mint hogy mi is csináltunk azelőtt, de egy ilyen hosszabb rendezvény nem nagyon volt.
ami elég challenging, mert azért helyszíneket keresni szilveszterkor, zenekarokat keresni szilveszterkor, minden programra helyszínt lefoglalni szilveszterkor, az azért egyen nehezebb, mint egy bármilyen random hétvégén az életben. Hát és ugye nem csak nehezebb, hanem ugye itt mindenkinek rengeteg felkérése van, és ugye itt azért beszélhetünk egy ilyen óriási árésről is, mert hogyha mondjuk ezt egy ilyen rendezvényt januárban vagy februárban szeretném megrendezni, vagy szilveszterkor, ugye a kettő között azért van egy különbözet is. Ez olyan, mintha esküvőre kérsz fel bárkit, vagy egy tortát reggelsz, már ez is dupla szorzó. Csak azért, mert egy esküvőről beszélünk. Szilveszter, akkor... Nekem ezzel kapcsolatban egyébként abszolút személyes emlékem is van, hogy mit jelent ez. De ez egy másik történet, most beszéljünk az Icing Holiday-ről. De fajn volt, mert Icing-nek is jók voltak. Még talán az eredet történethez még azt lehet tenni, hogy ugye a Pepita az egy fejlődő szervezet, még most is egy fejlődő, egy remélhetőleg még messzire jut, egy sokáig működő kis közösség, és abban az időszakban egy abszolút én számomra látványos és dinamikus fejlődésen ment keresztül, ahol saját klubja lett, a szilveszteri rendezvényen is egyre többek lettek, és igazából ez a kéz a kézben jártak, hogy szeretett volna a csapat egy kicsit nagyobb, egy komolyabb rendezvényt meghonosítani, és erre a szilveszter egy igazán jó helynek tűnt, mert pont azért, amit Nora is mondott, hogy nem volt igazából a környéken hasonló rendezvény, viszont nyár az minden hétvégén, minden nap van valami, ősszel hasonló a helyzet, gyakorlatilag ugye mi is, a tanárok is eljártak ezekre a nemzetközi kurzusokra, tehát igazából nem volt helye annak, hogy miért ott legyen, miért legyünk még egy. És a szilveszter az egy igazán kézenfekvő volt, és szilveszterben csak egy nagy rendezvény van, de ott megkockáztattuk, hogy olyan mértékű árkonkurenciát tudunk neki adni, hogy csábító lehet akár a helyi közösségeknek az, hogy inkább minket válasszanak azok, akik nem akarnak oda elmenni. Minket szerencsések voltunk, mert azért volt egy fix helyszínünk, a Muzikum, ahol már évek óta zenéltünk, ahol Matyi, ti is játszottatok egyébként előtt, és ott találkoztunk, és volt egy stabil bázisunk, hogy ha más nem, akkor ugye ott tudunk majd Icewing Hell idézni. És mellette teljesen véletlenül, amikor Zsoltál egy munkanapon nagyon nem akartunk dolgozni, egymástól függetlenül találtunk egy cikket, amiben benne volt, ugye innen jött a név az Art Deco Szentélyre, hogy a 8. kerület, ami egyébként nem a legjobb kerülete Budapestnek, szívében van egy gyönyörű bárterem, és rögtön egymásra hangolódtunk, és írtunk egymásnak, hogy ezt meg kéne nézni, meg is néztük pár nap múlva, és ez lett az Icewing Hell Idays főhelyszíne aztán. Az is jó terem, az is egy jó nagy terem volt, de nekem a Muzikum az volt nekem a szívemhez a legközelebb, hogy az még mindig. Mikor játszottatok először a Muzikumban? Ezt most néztük, mikor? 17-ben? Október 2-án talán. 17-ben, és akkor már volt fesztivál is? Igen. Akkor már jöttünk a fesztivál is. Ráadásul dupla estén. Nem, először hármat játszottunk. Hármat játszottunk? Először minden hármat játszottunk. És a Csébi is jött veletünk? Nem. Nem? Akkor még nem? Szerintem akkor még nem. Na mindegy, de én valami olyasmire emlékszem, hogy játszottunk akkor októberben? Októberben, először, igen. És akkor utána írtatok nekünk, hogy lesz ez a fesztivál, és hogy lenne kedvünk esetleg játszani. És lett. Az volt nekünk egyébként az első ilyen, hát ezt mondhatjuk nemzetközinek, nem? Az első nemzetközi színtánc fesztivál, ahol mi játszottunk. Szóval mi voltunk az elsőknek? Oh. Az első ilyen fesztivál, úgy emlékszem, hogy igen, az volt. Szóval, hogy ez volt nekünk az első ilyen nemzetközi fesztivál, és azért azóta, hál' Istennek, megfordultunk már több kisebb-nagyobb ilyen nemzetközi fesztiválon, és engem azért kicsit mindig érdekelt, hogy ez hogy szerveződik, én ebben sose láttam bele, mi mindig csak oda mentünk egy színpadra játszani, hogy ez hogy szerveződik egy ekkora fesztivál. Valaki? Hát, a 19-es Icewing Hell Idays-t elkezdtük helyben csinálni, és amikor ott voltunk, ugye karácsony utáni időszakban mi 28-án reggeltől pörgünk, mint a bugócsiga, és akkor már le volt foglalva a 20-as évre az összes helyszín például. Tehát így indulunk neki az Icewing Hell Idays-nek kvázi, hogy már előző évben a helyszínek le vannak foglalva. Igen, tehát a szervezés mindig egy évvel előtte kezdődik valójában.
És ott már megfogalmazódik bennünk egy csomó ötlet, hogy mit kéne jövőre, mit kéne máshol, mit kéne jobban, mit kéne így vagy úgy. Jegyzetelünk, tehát a rendezvény alatt próbálunk, mindig megbeszéljük, hogy srácok, írjuk fel, hogy mit lehetne máshogy, mi az, amit tartsunk meg feltétlenül. Azt az elején nagyon szorgosan csináljuk, aztán minél kevesebbet alszunk, annál kevesebb mondatot írunk fel. De ez hogy zajlik, hogy abban az évben azért, amikor az előző fesztiválnak vége van, akkor azért nem pörögtök annyira rögtön, mint... Hát egy hetet alszunk utána, rögtön a fesztivál után, és aztán az a jó, hogyha minél hamarabb az ilyen nagy pontokat lefixáljuk a következő évre, akár már helyszíneket lefoglalni, már zenekarokkal beszélni így az év eleje során, és aztán ahogy közeledik a rendezvény, annál jobban lehet így a részletekbe belemenően így pontosítani, hogy mi fog történni. Ugye van egy csomó olyan dolog, amit nem tudsz hónapokkal előtte lefoglalni, például egy jégkorcsolya pálya, vagy egy borkóstolás, vagy ilyesmi, azon is el lehet kérdeni, vagy városnézőtúra, vagy egyáltalán a regisztrációnak a meghirdetése, vagy ilyesmi. Azzal nyilván ki kell várni a fesztivál előtti ilyen egy-két-néhány hónapot, de amúgy nagyon sok mindent el lehet már kezdeni előtte. És ahogy közeledik a fesztiválnak a dátuma, annál nagyobb a hajtás, és annál több minden történik, annál több mindenről kiderül, hogy még egyáltalán nincs kész, és amúgy gyorsan meg kell csinálni. Úgyhogy ott a karácsony az kicsit ilyen stresszes általában nekünk, mert hát még az utolsó... Hát a rendezvény előtti 3 hét kezd el nagyon besűrűsödni, és nekem az az emlékem, hogy az elmúlt 3 évben az összes karácsony géppel a kezemben telt, amit a szüleim nagyon jól tolerálnak, meg mindenki a környezetemben. Pedig minden évben megfogadjuk, hogy karácsony előtti napokra minden kész lesz, ott van pár nap pihi, és aztán találkozunk karácsony után. De hát ugye ez mindig úgy van, hogy persze lezárjuk a regisztrációt, de még mindenki, jaj, még ez, vagy jaj, még az, vagy még valamit el kell intéznünk, szóval... Én ezt akartam kérdezni, hogy azért ez pont a karácsony előtt van, hogy az ilyen családtagok, meg... Imádják. Szeretik azt a napokkal karácsonyt. Hozzászoktak igazából, nem? Hozzászoktak. Hát szerintem először nagyon furcsán nézett rám anyukám, meg mindenki. De olyan szempontból kicsit hozzászoktak, hogy volt már más rendezvényünk is, ami nem karácsonyra és szilveszterre esett, és hát akkoriban csináltuk azt, hogy a rendezvény előtti pár napban ugye ugyanígy géppel a kezünkben ültünk mindenhol, csak az nem karácsonyra esett. Na mert most ez... Én például azt szoktam csinálni, hogy este, amikor mindenki elvonul a kis szobájába, akkor így 8-kor leülök, dolgozok addig, ameddig bírom, vagy felkelek hajnalban, és akkor a reggeli időszakot dolgozom. És nem szoktad a leszkesetőket őket nézni esténként? De ez az áldozat, ez az áldozat. Hát akkor... Meg hát alapvetően ez egy egyéves rendezvény szervezés gyakorlatilag, mert oké, hogy adunk magunknak egy-két szünetet, de igazából ez sem teljesen igaz, mert adunk magunknak egy-két nap szünetet, hiszen azt is mindig megbeszéljük, hogy a tanítást például hagyjuk magunknak a rendezvény után, meg a tanévkezdés előtt pár napot, hogy aludjunk, nem, elkezdünk rögtön tanítani, ami néhány tanárunkat ugye lehet, hogy rosszul érint. Meg hát ugye a rendezvény után ott vannak az elszámolások. Mindenkivel elmenni, elszámolni, átbeszélni mindent, hogy hogyan történt, és ez még egy hónap, mire ezek lezajlódnak, a pénzügyi elszámolások. Igen, megenni a megmaradt bégereket. Meg azt is bele kell számolni, hogy ugye a Pepita csapat egy nagyon kreatív csapat, tehát végtelen ötlettel rendelkezik, és azt az első években tanultuk meg, hogy minden évben nem lehetnek grandiózus új ötletek, mert nincs az az ember, nincs az az energia, az az idő, ami idő alatt meg lehet, ezt össze lehet szervezni. Mert amikor egy ilyen nagyobb rendezvényt kezd el csinálni az ember, hát ez is egy tanuló út ugye nekünk is, akkor tehát minden ilyen apróság sokkal több energia, mint amit először gondol rá az ember. De egyen ez a legapróbb, egy városnézéstől kezdve, tehát hogyha már egyszer felépítettünk, kitaláltunk valamit, az célszerű egy nagyon picit legalább változtatás nélkül. Ez talán az utolsó évben pont így a 2020-2019-es évben ezt próbáltuk meg tartani, hogy ne halljon bele mindenkinek, ne legyenek váratlan szituációk, amire nincs senki felkészülve, hanem próbáljuk a bejáratot idézőjelbe értem, mert még azért az út elején van az egész rendezvény így is.
formulákat követni, és az talán egy kicsit működött is 2019-ben, vagy kicsit, hát működött 2019-ben, vagy és 2020-ra is szerettük volna ugyanezt a forgatókönyvet. Sőt, 2020-ra még jobban, hiszen azt beszéltük meg, hogy minden ugyanúgy marad, mint 2019-ben, azzal a különbséggel, hogy ugye, amit mi azt gondoltunk, hogy lehet még tökéletesíteni, azt tökéletesítjük, de semmit nem változtatunk, azért is részben, mert nem tudtuk, hogy mi fog történni 2020-ban. Igen. És azt is fontos megemlíteni, hogy ugye nem csak ez a kis csapat foglalkozik a fesztivállal, hanem van egy ilyen nagyobb önkéntes kör körülöttünk, akik nagyon sok mindenben segítenek nekünk. Már onnan elkezdve, hogy a regisztráció kezelése, a helyszíni dolgok, beengedés, kiengedés, elpakolás, összepakolás, kihordása, az üres üvegek kihordása a backstage-ből, a rántott hús behordása a backstage-ből, és ilyen dolgok. Úgyhogy innen is köszönjük még egyszer mindenkinek, aki segít az ászünkkel idején nekünk. De azért így az elmúlt mennyi, ez most lett volna most, hát pár napja lett volna a negyedik. Igen, igen. És azért így mennyi, azért így elégedettek vagytok, nem azzal, ami, vagy nagyon sok ilyen kitűzött cél van, ami még? Hát szerintem most kezdett el így a fesztivál egy olyan formát fölvenni, amit így nagyon jól lehetett volna folytatni. Úgyhogy most ez egy ilyen nehéz év, hogy tényleg nem tudtuk megcsinálni, amit így megálmodtunk, meg kitaláltuk. De nagyon reméljük, hogy idén ezt már meg tudjuk csinálni, és ugyanúgy folytatni tovább. De igen, most már nagyon sok ilyen bejáratott programunk volt, bejáratott szervezési metódusunk, úgyhogy így kezdett így beérni ez a fesztivál. Igazából nem csak kezdett, szerintem be is ért, meg is érkezett oda, ahova szerettük volna, hogy szervezésileg ez érkezzen már. És ez egy minőségi ugrás nekünk, szervezőknek, meg önkénteseknek, az, amit sikerült felépíteni az elmúlt 3 évben, már tényleg egy olyan dologhoz tudunk hozzányúlni, ami megkönnyíti a következő évek fesztivál szervezését. És marketing szempontból is szerintem elég sok mindenkihez eljutott végre a fesztivál nemzetközi szinten, egyre több mindenki érdeklődött, egyre több mindenki tudott volna elutazni ide, szóval... Igen, azt mondtátok, hogy... Közel 20 országból voltak egyébként 19-ben. Igen, meg azt mondtátok, hogy tavaly sokkal... Az előző évhez képest sokkal több külföldi volt. Igen, minden évben nőtt ez a szám, szerencsére. Úgyhogy... És egyébként el lehet azt is mondani, hogy ez egy... Tehát nem túl sok direkt marketing zajlott, tehát vagy igazából mondhatjuk azt, hogy szájról szájra is jól terjedt a rendezvény. Tavaly volt az első kiterjedt nemzetközi európai kampányunk egyébként, ez az első próbálkozás, ami nem óriás plakát volt, ilyen social médiában próbálkoztunk, ilyen több hónapos marketinggel. Az előző években nem is volt semmi hasonló. Igen, előző évben nem volt, tehát az első évhez képest a másodiknál is már érezhető volt egy fejlődés, a harmadik évről már ez egy stabil dolog volt. És azt mondom, a harmadik év volt az első, hogy az egész muzikumban mi voltunk, ugye? A 19-es. Az egész házat kibéreltük. Igen. Az egész házat kibéreltük. Egyébként például ezek ilyen apró fejlődések, vagy hát apró fejlődés, nem is apró fejlődés. Ezek nagy fejlődések, és igazából ezek vannak benne igazából a talán későbbi fejlesztési tervekben, hogy fejlesztési terv ilyen. Tehát, hogy hova lehet eljutni igazából, hogy tényleg egy több termes, több színesebb, kvázi úgy színesebb, hogy akár több táncot mindig nagyon szeretnénk a Balboát beimportálni. Ugye 19-ben a muzikumban az egyik terem Balboának volt kinevezve. Ez több szinten nem úgy történt teljesen, ahogy elképzeltük, de egyébként egy elég jó működő terem lett végül belőle. Volt olyan, hogy egyedül táncoltam bent egy zenekarnak, de igazából de a legjobb buli videók ott születtek. Mert ez egy olyan, amit szintén ki kell taposni, hogy tud jól működni egy ilyen terem, hogy tud két zenekar, vagy több zenekar egyszerre bent lenni ezen a rendezvényen, hogy tudjuk őket semmi nadkoztatni. Tehát ezek mind azok a fejlődések. Ők szórakoztattak magukat, emlékszem Zsolt, ugye Matyi? Nem féltem. Amikor a fenti teremben szünet volt a zenekarnak, hát ugye ezért szeretjük a zenészeinket, a magyar zenészeinket, mert feltalálják magukat, lejöttek zenélni lentre, és hát ott megcsináltátok a bulit egyébként. Nem nézzük meg azt a videót, ami erről a buliról készül. De nézzük meg. Ha
szóval, hogy a marketing részére, hogy mi hál' Istennek játszottunk egy pár koncertet külföldön, Németországban, Franciaországban, Ausztriában, itt-ott, és a tavaly előtt már azért lehetett látni a prospektusos asztalokon Icewing Holiday-es prospektust, és az tehát nem ti vittétek oda, gondolom, nem mi, úgyhogy az oda került. De van, amit mi vittünk oda, vagy van, amiket így elküldtünk ismerősökkel. Sőt, van, amit postáztunk. Olyan is volt már tavaly. Nem, csak ez már a fejlődés, tehát az első években ez inkább csak viták tárgya volt ez a prospektus. Legyártottunk nem is tudom hány darab prospektust, ami valószínűleg még mindig egy fiókban ered. A tavalyi év volt az, hogy egyikünk, nem tudom ki volt már, de mindegy is, véletlenül bezárta a tánciskolába a saját kis szekrényébe a prospektus éppen frissen, ropogósan nyomtatott példányait, és hát most mindig, hol van? Na, csináljunk újat majd. Mikor kerül elő a rendezvény után egy ilyen adag? Úgyhogy jövőre csak áthúzzuk az évszer. Igen, de prospektussal kapcsolatban szerintem van egy mókás történet, amikor Prágában voltunk kint, és gyakorlatilag ott derült ki, hogy nem jó az évszám az egyik prospektus. és gyakorlatilag hogy gyorsan megszerkesztettem az anyagot, hogy sikerült, és egy helyi kis nyomdában nyomtunk ki pár darabot, ilyen gyors nyomdában. És nagyon szépen megcsináltak, úgyhogy teljesen rendben volt, le tudtuk tenni az asztalra. Ez olyan ilyen emergency situation, mint nekünk a lakás volt. Igen. Tavaly előtt volt a lakás. Két év előtt volt, ja. Játszottunk, mikor volt? 30-án játszottunk az évben először, és 29-én Gentben játszottunk, Belgiumban. És az volt a deal, hogy játszottunk egész éjszaka, mit tudom én, hajnal 3-ig, és utána reggel 6-kor felültünk a repülőre, és eljöttünk Pestre. És ez mind meg is történt, nem aludtunk semmit, és lefoglaltam a lakásokat, és a három lakásból egy, amiben én is lettem volna, meg a zenekarnak a egyik fele, az egy ilyen átverés volt, hogy hát nem volt se telefonszám, se kulcs, semmi, és akkor felhívtalak téged, hogy nagy baj. Karácsonyi vacsora közepén. Tényleg? Ilyen utókarácsonyi vacsora közepén. Hát csak az iző volt, hát ott több mint egy napja már nem aludtunk, mögöttünk volt egy koncert, meg két repülőút, meg előttetek még néhány. És még aznap este is volt, és az így jól esett volna egy kicsit. Emlékszem, amikor hozzám is eljutott a hír, és ott álltunk, hogy lakást kell most szerezni, de most. Van egy Jolly Joker lakásunk. Volt, bocsánat, de előre is köszönjük Tibinek, mert egyébként az elmúlt években minden évben kihúzta valakinek a micsodáját. Még nekem is volt egy kis hozzájárulásom, van egy matracot. Én jutottam el, nekem volt egy ilyen kis tartalékmatrac, talán két személyes vagy valami hasonló, amit egyébként tavaly évben hoztam a Tibitől. Tehát, hogy az egyen is sokáig ott maradnál. Az interaközőim szerintem ott is maradtak, de akkor jött a forró drótot, srácok, törölközünk el, ágy nem húzzuk el, matrac, és így igen. Mindenkinek, ami volt, azt szedtük a városba és beraktuk a lakásba. Nekem is apukám hozott fel ilyen ágyneműket, meg polifomokat, meg hálózsákokat. Ez vicces nap volt azért, egy kicsit. De este nagyon jó koncert volt. De egyébként tavaly is volt egy ilyen eset, nem is tudom, talán 29-én vagy 29-én éjszaka, megkocogtatta a check-in-es, aki éppen aznap este volt a vállamot, hogy Moni, tudnál segíteni, hát van egy kis probléma, elég kellemetlen a helyzet, mondom, mi? És ott állt egy pár, és hát mondták, hogy hát az Airbnb lakásuk nem válaszol, és hogy így a buli végén vannak, és hogy bőröndelve minden, de most így aludnának már. És hogy honnan szerzel hajnal 2-kor lakás, válasz erre mi lehet? Tibi. You are the man. Ne, és azon az első este, amikor ez az alvós vagy a lakásos probléma volt, akkor volt az a buli, amikor az elfekvős parti is volt? Nem, az egy évvel korábban volt, pedig olyan jól. De akkor ezt a videót is megnézzük. Nem, az elfekvőset, na. Egyébként elfekvődni nem az volt az első elfekvésetek, mert előtte is csináltatok már. Szerintem, amit nem mutatjuk meg a videót. Az volt az első elfekvés a fesztiválon, az Icewing Holiday-on, szerintem. Mert utána még volt elfekvésetek más rendezvényeken. Nagyon rosszul hangzik, ugye? Szerintem nézzük meg a videót. Erről leszoktunk, mert...
wanna be in that the rumble. Do you? So let the rich go. Mint szervezőknek, te hogy telik a minden nap, hogy telnek a napok a fesztivál alatt, a reggelek, a délutánok, mert hogy hát nem, én egyszer volt olyan, hogy mi beálltunk, és akkor csak azt látszolod, hogy egy asztalnál a tanárok ott, vagy a szervezők ott pizzáznak ezt. De gondolom ez nem így van, mert... Ezt mulatunk erről szervezőknek. De tudtok közben ti is valamennyit azért táncolni, vagy hogy telik ez az egész így? Koffeinnel. Ezzel kezdődik már, hogy ilyenkor mindig az van, hogy reggel már forró drót van 28-án, és a fő téma nem az, hogy ki mennyit késik, hogy odaér időben, ki hozza a kávét és mennyit. Szóval, hogy ilyenkor próbáljuk nem kiönteni az autóba a megrendelt kávé mennyiséget. Aztán, mire megérkezünk a helyszínre, ahelyett, hogy attól égnénk, hogy úristen, itt vagyunk, és mit kell csinálni, leülünk, és az a, és mit fogunk enni? Aztán persze a kávé segít abban, hogy elindul. Egy sikeres fesztiválnak a titkait hallják, kávé és pizza. Hát kb. Honi összefoglalja, igen. És akkor a maradék időnkben így megpróbáljuk így utolérni magunkat is, megszervezni az aznapi dolgokat, legyártani a Facebook posztokat és a fényújság, vagy minek szoktuk nevezni ezt? TV-újság. TV-újságban szereplő információkat, előkészíteni a programot, a helyszíneket. Csak esetleg elfedezni az egyik helyszínt a másik helyszínre, szóval eléggé sokkal, ugye van benne két helyszínváltás, ugye a 30-29-re, prepartiról. Hát már tavaly nem tavaly volt. Tavaly ez nem volt. Szerencsére, szóval ugye tavaly három bulink volt a Muzikumban, utána átköltöztettünk mindent az Art Deco Centrébe, és aztán volt egy after party, de ugye ott már nincsen zenekar, meg az egy ilyen kisebb volumenű buli, úgyhogy kevesebb cuccot kell átfordani. Ott már a bulinót elég csak letámasztani a széket. Igen, ott a költözés az már minket nem nagyon... Az már gyerekjáték. Igen, szóval van benne egy ilyen költözés is, amit azért már el kell kezdeni időben napközben. Úgyhogy nem tudunk túl sokat aludni, de mindig próbáljuk beosztani, hogy kinek kell ott maradni a buli végére, és kinek kell ott lenni először másnap, de azért nagyjából ez így a főszervezőkre mindenkire igaz, hogy soha, az utolsó és az első. Soha sem aludt még el a főszervező. Nem, soha nem szokott. Olyan, hogy ne érjen oda egy reggeli helyszínre, egy esti buli után. Nem, sose volt. Hát vannak, ilyen tervezett csúszások vannak a programokban természetesen. Meg 8 óra lehetőségben, 8 óra megbeszélt hangvasszínbeállás, az csúszik 11-ig. Ezért intervallumok vannak meghatározva, nem pedig pontos időpontok. A dél előtti, a dél utáni. És tudtak valamennyit azért táncikálni is közben? Vagy hát szó. Marad rá energia? Tavaly már jobban figyeltünk arra szerintem, hogy úgy osztuk be egymást, akár olyan pontokra, ahol nézni kell dolgokat, vagy felügyelni kell, hogy mindenkinek hagyjunk egy kis lélegzetvételnyi szünetet, hogyha van ereje, akkor tudjon táncolni. De igazából tavaly volt az első, amikor próbáltunk arra figyelni, hogy hagyjunk egy kis időt a szervezőknek arra, kvázi leszervezve a menetrendben, hogy tudjon élni egy picit a rendezvényen. Mert addig nem foglalkoztunk ezzel, és ahogy eset úgy puffant, most próbáltunk azzal foglalkozni, hogyha valaki mondjuk tudjuk, hogy éjszaka sokáig maradt, vagy ott maradt egy kisebb csapattal, akkor ne ő kezdje másnap a pokolást. Szóval ezekre jobban figyeltünk tavaly szerintem. Talán az egyetlen olyan dolog, ami ebben egy szinten csak visszacsatolásként az új dolgok, meg az új ötletek, ugye a fotósarok kérdése volt. Hát a fotósarok az a katasztrófa volt ebben a történetben, mert nem volt igazán jól dedikált ember, tehát ott mi is beálltunk
fotózni. Ugye ez tavaly volt, nem keverem össze. A magára az építésre és a dizájnra volt dedikált ember. Igen, arra volt dedikált ember, de a fotózásra konkrétan, ugye egyébként. Hát én voltam dedikálva, de én így nem tudtam. Nem emlékszem. Nem emlékszem. Nem volt dedikált. Igen. Jó. Na tehát ezeken fejlesztünk mindig, hogy kiderülnek, hogy nem mindig jó a hiába. Nem mindig jó az erőforrás elosztás, mert amikor egyszerre két helyen kell lenni, és fennálltam a fotósarokba, és éppen meglódultak az emberek, és jöttek fotózni, és akkor kell egy zsűrizzek lenne a versenyen. Az egy kicsit... Jó, hát néha vannak ütközések, lehet így. Volt egy kis ütközés. És még közben valaki ki is kellett dobni. Csak előfordulni. Sehogy tényleg. Egyébként tavaly... És vannak olyan dolgok, amik tőlünk függetlenek, mert tavaly emlékszem, amikor megkaptuk a háztól azt a hírt, hogy hát ez a helyzet, hogy egy kicsit összeszervezték a rendezvényeket, vagyis minket egy másik rendezvénye, és úgy kezdjük az első esténket, hogy egy koncert előttünk, a mi nyitásunk előtt 15 perccel ér véget abban a teremben, ahol 15 perc múlva nekünk már így bulikázni kellene, és akkor így néztünk, hogy ez most így hogy, és hát nem lehetett, ugye minket nem lehet törölni, a másik programot sem lehetett törölni, ezért meg kellett oldani, hogy valahogy nagyon gyorsan helyet cseréljünk, hát nyilván ez... Alapvető rendezvényszervezési szabály, hogy 15 perc alatt nem tudsz kicserélni két rendezvénynek az emberének lehet. És hogyha egy rendezvényen befejeződik egy rendezvény, ott nincs olyan, hogy 2 perc múlva már minden vendége rendben, hanem ott gyakorlatilag fél-három-negyed órán keresztül millió ott lézengenek az emberek, de ezt tudjuk nagyon jól. És ebből adódnak néha súrlódás, fogalmazunk ki, hogy természetesen a másik parti vendégei megpróbáltak bejutni, vagy legalábbis szemezgettek, de hát ez nem volt nehéz nekik sem, mert azon a rendezvényen se fogyott kevés alkohol. És hát közbe kellett avatkozni egy szituációba, mert egy ember megpróbált bejönni, és én elküldtem őt. De ez még az első elküldés az még oké volt, de aztán később ez megismétlődött. Ez már a mi rendezvényünkön az éjszaka folyamán. Akkor is fogtam, és már akkor nem mondtam szinte semmit, csak kivezettem, és kiderült, hogy közben ő egy jegyet. Igen. Tehát nagyon helyesen felhívtad a figyelmét arra, hogy hát ha jegyet vált, akkor be tud jönni a rendezvényre. És annyira komolyan gondolta, hogy tetszik neki, hogy bejött. Igen, bejött, viszont én ezt nem tudtam. Csak azt láttam, hogy megint belógott az emberünk, és... De alapvetően azért törekednénk arra továbbra is, hogy szingtáncosoknak rendezzük meg ezt a rendezvényt, és próbáljuk meg ne az egyéb közönséget is beengedni. Például lakatpartisokat? A fesztivál. Emlékeztek arra, amikor így a földszint? Akkor a lakatparti az ilyen randizós. Randizós parti. A lányok kapnak lakatot, a fiúk kulcsot. És ugye az volt 2 évvel ezelőtt, amikor még a földszint nem volt a miénk. Ez nagyon vicces volt, mert egyszer csak azt vettük észre, hogy óriási tömeg nyomul be a földszintre. De egy ilyen nagyon picik. Ugye a földszint az azért kicsi, és hát igazából utána az volt a problémák, hogy ők egyszerre érkeztek, de a mi vendégeink szegények meg beálltak az ő sorukba, mert azt hitték, hogy mindenki hozzánk áll sorba, és egy ilyen nagyon hosszadalmas ilyen beengedési folyamatba álltak be. És hát utána ezt nekünk ott helyszínen orvosolni kellett, hogy külön választjuk a tömeget, és hogy ti erre, ti meg arra, de az elég vicces volt, és senki nem értette a másik rendezvényét. Lehet nekünk is lakatpartit kéne jövőre csinálni. Nagy bezártság. De Zsolt ott is kipróbálhatta, hogy milyen feltartóztatni másokat, amikor be akarnak. A Marcinak külsejével. Vagyunk beöltözve. Lehet, hogy ilyen security-s jelvényt fel kell majd. IS-H security. Sőt, walkie-talkie-t is fogunk szerezni, és akkor meg Zsolt. Vagy ilyen, üzletjük ilyen fülön. Intézem. Csak infotnál várunk téged, fontos. Nagyon vigyázzatok, aki gyanús, kidobom. Még azon is, akik karszolom. És mik a terveitek lesz idén, évvégén fesztivál? Jöhetünk muzsikálni megint?
A rendezvény már megvan hirdetve, nem is láttad. Igazából azt tervezzük, hogy szeretnénk, nekünk ez egy ilyen mentő volt a 21-es rendezvény meghirdetése, akkor a 20-at sajnos törölnünk kellett, akkor a csapatban azt beszéltük meg, hogy ez nekünk is egy ilyen előremutató dolog, hogy a folytatást jelzi, hogy mi folytatni szeretnénk mindenképpen. Úgyhogy igen, terveink szerint lesz Icing Hill 21-ben. Igen, az nagy érvágás volt, hogy idén kimaradt, nagyon szomorúak voltunk, úgyhogy nagyon reméljük, hogy jövőre az összes tervünkkel együtt meg tudjuk rendezni. Vagyis idén, bocsánat, mert már 21 van. Sajnos 2021-ben is csak valószínűleg egy ilyen biztonsági üzemmódba indul el a szervezése a rendezvénynek, mert nagyon kiszámíthatatlan az év, hogy hogyan alakul ez 2020-ra is így volt, tehát augusztusra, meg egyéb dátumokra ilyen checkpointokat iktattunk be, hogy ha akkor ez van, vagy az van, akkor úgy tudjuk változtatni az irányát a dolgok folyásának, hogy nekünk már kárul ne legyen, mert sokszor ez az anyagi terhet is jelent igazából a szervezésre, meg nagy bukták lehetnek ebből. Viszont ami nagyon-nagyon fontos, hogy az Icing Holiday, az, annak van egy atmoszférája, és vannak olyan kulcs momentumai, ami tartalmazza a korcsolyázást, tartalmazza a borkóstolást, az éjféli visszaszámlálást, ahol külföldieket megtanítunk 10-től visszaszámolni, és együtt üvöltjük a éjszakába, hogy bujék, hogy ezeket 2021-ben is szeretnénk, hogy része legyen a rendezvénynek, és megvalósuljon az egész projekt. Úgyhogy várunk mindenkit 2021-ben.